tevékenységben szenvedősen élhetnek ezzel a gyógymóddal, illetve a terhesők és a gyerekek néhány akupunktúrás pontjába sem szabad tűt szólni. Van, amit tilos kezelés után? Akupunktúra előtt és után egy óra egy tilos fürdeni a fertőzés veszély miatt. Az akupunktúrás tüdejtettesebb voltak éppen egész apró és nem is túl mély, de fürdőznék mégsem szabad. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai adásunk. Ha észrevételük van a műsorunkkal kapcsolatban, vagy kérdéseket tennének fel a hagyományos kínai orvoslásra, kérjük írjanak nekünk. E-mail címünk hon@cri.com.cn. Vagy kövessék figyelemmel kínai orvoslás nevű csoportunkat a Facebookon. Köszönjük a figyelmüket, a viszonthallásra! Minden alkalommal, amikor leülünk az asztal mellé étkezni, tulajdonképpen élethalál kérdésben kell döntenünk. Ez talán kicsit ijesztően hangzik, de könnyű belátni az igazát. Az elfogyasztott étel nagy mértékben hat az egészségre, sőt bizonyos esetekben tönthet az élet hosszáról is. Ma először 10 olyan egészséges élelmiszert ajánlunk, amelyek segíthetnek a betegségek megelőzésében. Első, fekete áfonya. Szuper antioxidánsokkal rendelkezik, hasonló gyümölcsök, vörösszőlő, eper, cseresznye, málna, földi szeder. Ajánlatos naponta egyszer vagy kétszer fogyasztani. A fekete áfonya csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, egészségesebbé teszi a bőrt, javítja a megereszkedett bőrt és a szem alatti táskákat. Második, babfélék. Fehérjékben és B-vitaminban gazdagok a babok. Minden babfára rendkívül hasznos élelmiszer. Zöld bab, fekete bab és vörös bab a legáltalánosabbak. Ajánlatos minden héten legalább 4-szer fogyasztani, minden alkalommal fél pohárral. A bab csökkentheti a koleszterin szintet, fogyaszt, megelőzi a szívbetegséget és a magas vérnyomást, stabilizálja a vércukorszintet és enyhíti a szégrekedési tüneteket. Harmadik,